Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó módon egy közleménnyel kezdeném ezt a mai műsort. Jellegzetes folkrock stílusú szerzeményei mellett színpadi műveket, valamint megzenésített verseket is magába foglaló, több mint fél évszázados zeneszerző és előadó művészi pályafutása elismeréseként Tolcsvai Béla Kossuth díjas előadó művésznek, zeneszerzőnek, szövegírónak, Gulyás Gergely miniszter a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozatot kitüntetést adta át. Történt mindez a Szent István ünnepén, augusztus 20-ára. Tisztelettel köszöntöm Tolcsvai Bélát, Kossuth díjas énekmondónkat. Szervusz, örülök, hogy itt vagyunk. Szervusz. És köszönöm. Gratulálok mindannyiunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezt tette. Milyen gondolatokkal fogadtad az értesítést? Bár most már azt mondom, rutinod van benne, hiszen a Kossuth díj után röviddel megjött ez a megérdemelt elismerés. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, mert a Kossuth díjnál már az ember azt érezte, hogy ennek meg kell felelni, és ezek után még odafigyelőbben oda kell nézni, oda kell muzsikálni, vagy oda kell írni a szavakat, ami ennek megfelelő. Én ezt a megtiszteltetést, amit most kaptam, ezt nem vártam meg, mondom őszintén. Amikor felhívtak, akkor is megkérdeztem, hogy tényleg én vagyok az, akire gondoltak, és akkor egyeztették. Igen, az adatokat. Igen, hát gratulálok még egyszer, hiszen tudjuk, azért a magyar zenekorszakos alakja vagy a Tolcsvai Grió dalai után a népzenei hagyományokra épülő színpadi műveid, illetve a megzenésített verseid is nagyon fontos szerepet játszottak, mind ebben az elismerésben, mind a Kossuth díjban. Egy kicsit menjünk vissza a pályafutásodon, hiszen alapból azért tudjuk, hogy te a béke gyermeke vagy, ugye ezt mondod számtalanszor, 1946-ban születtél, és az édesapád azért fontos szerepet játszott, hiszen énektanárként, kántortanítóként volt honnét Lacival együtt elsajátítani az alapokat. Így történt a budai várban. Édesapám zongorán tette, én nagyon sok olyan dal volt általános iskola énektanárként, amiben a Kobodály módszer ott volt, és ha akartuk, ha nem, mindenképpen ezen nevelkedtünk. Aztán, amikor jött a Beatles, akkor egy kicsit megváltozott az emberek hajhosszúsága, ugyanúgy a miénk, és akusztikus hangszerekkel fordultunk, és megpróbáltunk valami nagyon egyénit csinálni. Igen, nem hát voltatok annyira jók Lacival együtt, akkor ugye még három esztendővel vagy idősebb Tolcsvai Lászlónál, hogy megalakítsátok a triót. És az még az egy korszakos dátum, 67-et írtunk, és ráadásul mindössze 21 éves voltál. Így volt. Akkor a trió, mint olyan Balázs Gáborral együtt, aki azóta sajnos már az Égig zenekarban játszik, de fantasztikus világot éltünk meg. Egyik percről a másikra ismertek lettünk, akkor, amikor a Kimit tudatok megnyertük, és az utcán megfordultak utánunk, hogy tegnap láttunk a tévében, akkor az nagyon-nagyon nagy szó volt. És jöttek a turnék, jöttek az előadások, koncertek, Illésékkel való közös előadások, nagyon-nagyon-nagyon berobbantunk, úgy mondva. És ráadásul minden értelemben új volt, hiszen a 68-as Kimit Tud volt az elsők egyike, ahol aztán tehát ha most megnézzük, hogy az elmúlt fél évszázadot kitöltötte ki könnyű zenében, azokon a Kimit Tudokon jószerivel mindenki indult. Így van, így van. Így történt. Tehát a Dékány Saroltától, most nem soroljunk fel. Kézzel, 50-60 nevet lehetne felsorolni. Így van. Tehát nem lettél elektroműszerész, mert nem. Azért egy kicsit térjünk rá vissza, nagy volt ott volt a lehetőség, hogy igen. Vagy iskola. Akkoriban azt mondták, hogy a valami tisztességes szakmájának kell lenni az embernek, és így lettem elektroműszerész, az megvan a szakmunkás vizsgám, medikorban dolgoztam, és egy kicsit, de a
testvéremnek a szájharmonika tartója készült el akkoriban, ott abban a műhelyben, ahol én ott felszabadultam, úgymond. Béla, a te korosztályodból nagyon sok mindenkivel beszélgettem. Az indítatás mindig a külföldről, az éppen valahonnét meghallgatott zene, ugye a Beatles-t említetted, másoknak más, nyilván igen, a stílusunk. Igen, igen. Viszont ti voltatok az elsők, akik megtanultatok magyarul gondolkodni, magyarul magyar zenét írni, és a gyökerekhez visszanyúlni. Honnét volt ez az indítatás, hiszen ez belőled született, ha úgy tetszik. Ez így van. Az angol száz és az ír-skót dallamvilág, az volt a Donovan, meg a Pitziger, meg mindenkinek az alapja. Na most ez mutatta azt a példát, hogy mi lenne akkor, hogyha mi az itthoni alapokat próbálnánk meg tisztítani, hogy úgy mondjam, új stílusba felöltöztetni, és ehhez adódott az a két gitár, meg a nagy bőgő, ami mellett tisztán énekeltünk három szólamban. Ez volt az, ami meglepte magát a zsűrit is annak idején, hogy mi ilyen furcsa felállásban. Igen, ez tényleg furcsa volt, hiszen egyik oldalról ott volt az aktuális politikai mondani való, ha úgy tetszik. Az volt a polbeat világa. Igen, a polbeat világa, a másik oldalon a folkbeat, tehát a népzenei gyökerek, de hát ugye említetted a Kodály módszert. Igen. Ugye 67-ben emlékszem még rá, hogy ugye Székesfehérváron járt például Kodály Zoltán. Mihály Gyuláné, örök emlékű énekzene tanárnő, Eszti néni volt az ő jobbja, aki a második énekzenei általános iskola, ugye Székesfehérváron született. De most ezzel azt akarom elmondani, hogy Kodály Zoltán az ő módszerével olyan hatást gyakorolt az akkori énekzene tanításra, hogy azt egész egyszerűen nem lehetett megkerülni. Talán nem véletlen, hogy te is a Kodályt módszert említetted. Pontosan. Mi úgy szolmizáltunk az utcán, Beatles nótáktól kezdve bármit, mint hogyha azt a anyatejjel szívtuk volna magunkkal. A szolmizáció az számunkra egyértelmű volt. Bármit meghallottunk, azonnal leszolmizáltuk. És ezt mi utólag tudtuk meg, hogy ez a Kodály módszer. Ebben a mai világban ez nagyon furcsának hat. Igen. Ez tényleg nagy segítség volt? Nagyon nagy segítség volt. A relatív szolmizáció az, hogy én valamit meghallok, és az alaphanghoz viszonyítva milyen hangközt hallok, az a mai napig meghatározza azt, amikor bármit írok, vagy bármilyen hangulatom keletkezik. Mert azonnal tudom azt, hogy milyen hangközök vannak abban a dalban, és azt én ösztönösen érzem már. Most ez sok évtized alatt alakult ki, de kezdetben is ugyanígy volt. Ugye a folkbeat, ez egy új szó, ez a te szavat, a ti szavatok volt, ilyen szó nem volt. Nem volt, ezt újságírók találták ki, ráadásul volt, hogy V-vel írták, hogy folkbeat németesen. Nem, ezt pontosan azért, mert a polbeat volt, és mi határozottan elhatárolottunk attól, hogy mi politikával foglalkozunk. Éppen ezért népzenei dolgot megmondtuk, virágokkal, te egyszerű formában, az emberek természetes érzéseivel próbálunk tisztán énekelve, tiszta forrásból. Ez volt az alapja. Az fontos a tiszta forrás, amit mondtál, hiszen az akkori gyűjtők, a megmondhatói, ugye nekik köszönhető, de többek között nektek is, hogy nem sorvadt el. Megmaradtak azok a népdalak új köntösben, amelyeket, ha tetszik, hanem elkezdtünk elfelejteni. Kodály módszer ide vagy oda. Igen. Mert hogy csak a szakiskolákban tanították szinten, mondom, az énekzenét. De hogy választottatok népzenét hozzá? Dalokat? Hiszen az ősi magyar dalkincs elképesztően széles repertoár. Akkoriban ennyire konkrétan nem tudtuk, de a véletlen segített. A Nem ennyi című dalunkat, ami az legelső kislemezünkön szerepelt, harmadik általános iskola énekes könyvben volt egy dalocska, hogyha bányász mélybe száll, lenn a tárna mélye vár. Tehát eredeti népdalokat átírtak aktuális politikai szövegre, és mi visszaírtuk ezt Nem ennyi elért. És amikor ezt eljátszottuk, akkor felfedeztük, hogy még a
dalla, még a hang nem is ugyanaz volt, mint a Bartók Béla egyik vonós négyesében is szerepel ugyanez a népdal, amit mi nem ennyielé formátozunk. Na most innentől kezdve nem volt más, erre kellett menni. Nagyon jól ment a sorotok, de jogosan abszolút sztárok voltatok, aztán egyik pillanatról a másikra, bár nyilván ez egy folyamat része volt, hogy a Laci távozott. Igen. Ugye elment a Szörényi Leventékkel, igen. És akkor alakult meg a Kit Egylet is egyébként. Igen. Na, és ez is egy újdonság volt, ami a nevedhez fűződik. Hát az egy nagyon érdekes világ volt, nem éppen, hogy mondjam, örömteli volt akkor, amikor az együttesem tagjai odaálltak elém, és arra készítettek, hogy saját magam azt mondja, hogy én arra nem megyek abba az utcába. A fonográf alakult meg. A Kit Egylet az előtte volt az a bizonyos 11 tagú társaság, aki megpróbálta volna azt folytatni, hogy sokféle felállásban létezzünk, gyerekműsortól kezdve a szupergrupokon át mindenfélében, de mégis az lett a vége, hogy a fonográf megalakult, én pedig azt mondtam, hogy nem, és akkor meg újra alakítottam a Tolcsvai triót. Igen, tehát ehhez viszont nagy bátorság kellett, és elhivatottság nagyon. Mindenképpen. Viszont egy új úton is elindultál, és három nevet mindig megemlítesz. Én azt mondom, hogy vegyük sorba őket, hiszen három olyan kultikus névők már, akiknek nagyon sokat köszönsz te magad, és hát rajtad keresztül mi magunk is. Először beszéljünk Samu Géza faszobrászról. Samu Géza egy olyan ember volt, aki ugyanezt tette a modern művészeten belül. Ha én azt mondom, hogy te favály teknőkből, mindenféle tányérokból, használati tárgyakból alkotta meg a szobrait, amivel viszont teljesen új hangsúlyt kapott és új megfogalmazást. Na most Géza sajnos hamar eltávozott, de sok előadás, sok kiállításán ott voltunk és muzsikáltunk. Kátai Mihály festőművész barátunk, a Magyar Tűzzománc atya. Na, ő egy legenda. Számomra ő a guru. Az az ember, aki kinyitotta a szememet a magyar népművészet olyan kincsestáraira, olyan felületeire, amit tulajdonképpen nem vettem volna észre, hogy a népmesék világa hát mögött milyen tartalom van, hova kötődnek azok a mítikus fogalmak, akiket nagyon egyszerűen a virágmotívumoknak nevezünk azóta. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek Mihálynak, sőt a Napfényfia című művemben az ő egyik dalá, már versét megzenésítettem, a minden idő kezdetét. És ugyanez vonatkozik Kressz Albertre is, aki viszont az általunk nagyon-nagyon tisztelt és imádott, szeretve tisztelt Erdély. Igen, ő volt, aki elvitt engem 1974-ben Erdély országba, ahol nem jártunk még a kis narancssárga trabantjával. És feltűnően bekerültünk a gyimesi völgyekbe, oda, ahol szó szerint a madár se járt, alig járt annak előtte, és sok-sok idő után megtudtam Kallós Zoli bácsitól itt a 90. születésnapján Fontfehérváron, hogy ő a szomszéd völgyben volt éppen, akkor gyűjtötte a balladák könyvét, mint ahol én voltam Bükkhavas patakán. És ha minden igaz, akkor most két nap múlva újra elindulok, és nem fogom kihagyni azt a helyet, ahol 1974-ben, szeptember 8-án kisasszony napján ezt a fantasztikus hajnalt megláttam, ami engem azóta is odaköt Erdélyországhoz. És akkor még egy legendáról beszélgetünk, egy néniről, egy Dadus néniről, aki Tolna megyei. Igen, Kakasd. Kakasd, ahol már azóta Makó Ecz Imre temploma áll, de akkor még csak egy nagyon picike kis óvodában ott mondta olyan nyelven a magyar nyelvet, amit én addig nem hallottam.
ez pedig az Andrásfalvi székelyek által megszólaltatott magyar nyelv, és akkor fölvettem én azt a kazettát, azt a művet, idézőjelben az égigérő fa meséjét. Ott hallottam 1974 elején Kakasdon az óvodában, Márika nénitől, Fábián Ágostonétól. És az elkísér máig, ugye? Elkísér majd bennünket. Tehát ezek a történetek, tehát ez úgy hiteles és úgy csodapillanatot okozó ma, most is. Hát borzongató, ahogy beszélsz róla. Mert hogy borzongató belegondolni, hogy mi szülte a Tolcsfai trilógiát is. Mert olyan egységes a szerkezete, ami azóta is példa mindenre. Hát a Riadó lány, a Napfia és a Csillaglánc, menjünk sorba. Ugye erről nem is beszélni kell ám inkább, de azért a motiváció az nagyon-nagyon fontos, hogy mi szülte és hogyan. Kezdete az az, hogy én tulajdonképpen 90-es évek elején nagyon nagy válságba kerültem, saját magammal fordultam szembe, és ezt az a művészi vívódást, az útkeresést, a fényre találást, az mind a Napfény fiában benne van. Ha úgy gondolom, egy csodálatos helyen született, Héderváron, akkoriban még a művészeti alapítványnak volt egy ilyen alkotóháza, a Hédervári kastély. És a Hédervári kastélyba, amikor beléptem, akkor egy hatalmas nagy platánfa nőtt a négyszögletes kastély közepén, ott volt maga az égigérő fa, és amikor bementem a szobába, amit kaptam, akkor ott egy hatalmas nagy fekete Stanley zongora volt, és én oda leültem, és az, ahogy kezdődik a Napfényfia, azonnal a fekete billentyűkön elkezdtem játszani, és akkor, amikor elkezdtem játszani, akkor hatalmas pelyhekbe elkezdett hullani a hó, és olyan volt, mintha az egész kastély megemelkedett volna. Most is borsúzik a hátam, amikor erre gondolok vissza. Szó szerint mese lett az egészből. Napfényfia, ez egy életrajzi mű, rólam szól. Utána a Riadó leány, mert az Riadó leány, az a Riadó leány, ami meghasad a Delfói Józsraban, ahogy megszólítják a földanyát, hogy mondd meg nekem, hogy merre menjek. Erről szól a rianás is, ami tulajdonképpen a Balatonnál jelentkezik. Ez az egész Kárpát-medencéről szól, és annak az életét próbálja elmondani. Mítikus formában a Tündér Ilona legendáját segítségül hívva. A harmadik az pedig a Csillaglánc, az a Lánclánc Eszterláncról szól, arról, hogy a világon rendnek kell lenni, olyan, hogy a tűz, víz, levegő és a föld, ez a négy elem, ez bennünk van, és nekünk kell ezt valahogy rendbe tartani, de sajnos nem nagyon tesszük, és ha ezt nem tesszük, akkor véges a világunk. Erről szól a három kötet. A magyar misével eljutottál az oratóriumok világához is. Azt hiszem, hogy ez megint egy fontos lépcső. Igen. A magyar misején akkoriban már készen voltak a dallamok, testvérem megírta, de engem hívott segítségül, hogy írja meg a szöveget. Mások is részt vettek a segítségben. Makovec Imrétől kezdve Novák Tatáig sokan segítettek, hogy ez létrejöjjön, mert én nem tudtam elképzelni, hogy én misét írok. Aztán megnőtt a könyvtárom jó pár könyvvel, mert végignéztem az összes vallást, nehogy véletlenül valakit megsértsünk, és így született aztán a magyar mise, amivel nagyon-nagyon fantasztikus előadásaink voltak. Németországban Csilla von Bözeláger, aki a Pántai Szeletet Szolgálatot hozta létre annak idején, ő szervezett egy turnét, bejártuk Németország templomait, aztán utána itthon, akár a szegedi szabadtéri játékokon mutattuk be a magyar misét.
És nehogy elfelejtsem, most volt éppen 20-án a bemutatója a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, testvérem újra hangszerelte a dolgot. Azt gondolom, hogy ezt nem lehet elégszer megnézni. Nos, ugye nem titok, hiszen már említetted, hogy rövidesen útnak indulsz, és irány Énlaka. Igen. Erdő kellős közepén, ha úgy tetszik, Heitzinger Mikályék reggejáró fesztiválján. Tavaly együtt voltunk, zseniális történet az maga is. Énlaka az egy csodálatos egy hely. Én őt úgy ismertem meg, őt, Énlakát, hogy Illés Lajos annak idején ott egy házikót vásárolt feleségével, és még az idősebbik Dancs tiszteletes urat ismertem a régi unitárius templomnak a tiszteletesét, és most is oda megyünk. Most is, sajnos már Lajos nincs az élők sorában, de Lilla asszony odaadta nékünk a házat, és abban a házikóban fogunk lakni, ott fogunk lakni barátainkkal, és Mika meghívására újra ott lehetek ezen a fesztiválon, mert a Misztrál Fesztiválon is minden alkalommal, amióta létezik, ott vagyok, és meghívottként részt veszek benne, itt is ezt teszem, és nagyon-nagyon érdekes dolgot fogok művelni, az eredeti égig érő fa meséjét úgy, ami engem inspirált, azt én megcsináltam egy lemezen, amit Ausztráliában felvettek, és azt én közreadtam, és több mint 20 éven keresztül jártam vele Magyarországot, és elmondtam a gyerekeknek, most gyerekműsort fogok tartani gyerekeknek kint, és ha minden igaz, talán jövőre Énlakán az igazi kétrészes táncos daljátékos égigérő fát fogjuk bemutatni. Ez egy előjátéka annak, hogy jövőre mi fog történni, ha az égiek úgy segítenek. Igen, ha az égiek úgy akarják, akkor ott leszünk mi is. Engedd meg, hogy tőled idézve búcsúzzam. Azt mondtad, nekem mondtad egyébként, azt hiszem, ha Magyarország szeretett hatalommá tud válni, egy kevés közöm nekem is lesz hozzá. Nem eltűnő, hanem sokkal inkább kifényesedő emberarcokat szeretnék látni, mert mi vagyunk valahogy piszkosak, mert elfelejtettünk tisztának maradni, elfelejtettük, amit eleink ránk bíztak. Hiszek abban, folytatod, hogy közösen megőrizzük a magyar nyelvet, és újra megtaláljuk gyökereinket. Ehhez kívánok neked erőt, egészséget, boldogságot, és köszönjük, hogy vagy, és akkor jó utat Énlakára, üdvözöljük a hegyeinket. Köszönöm szépen, és ugyanezt kívánom néked is. Megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a vendégem Tolcsai Béla Kossuth díjas, és most már magyar érdemen tiszti keresztje kitüntetéssel bíró énekmondó volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!